A hűvös reggelek után enyhébb nappal olvasható le az előrejelzésekről. Hétvégén megérkezik a csapadék térségünkbe, de lesz, ahol már csütörtök éjszaka elered az eső. A hőmérséklet szombaton elérheti a 20 Celsius fokot. Szerda késő este még 6 és 8 fok között alakulnak az értékek, hajnalban viszont fagypontra eshet a hőmérő higanyszála. Tiszta lesz felettünk az ég, a szél is gyengén lengedezik. Csütörtökön már több lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk mindenhol. Este felé nyugaton eső, zápor kialakulhat, továbbra is gyenge marad a légmozgás. Kora reggel -2, +4, napközben 13-18 fokot mérhetünk. A legmelegebb nyugaton lesz. Pénteken fátyol felhők zavarják a napsütést, az ország északi részén erősebben megnövekedhet a felhőzet, itt elszórtan záporok alakulhatnak ki, enyhébb lesz a hajnal, délután pedig 18 fokot mérhetünk. Szombaton reggel többfelé párás lehet a levegő, majd napközben változóan felhős napos időre van kilátás. Délután kezdődik nyugat felől erősebb felhősödés, 20 fok valószínű. Vasárnap Vajdaság középső részétől délfelé haladva eshet az eső, a reggeli hőmérséklet ismét csökkenésnek indul, hétfőn pedig fagypont körüli értékek várhatók, a nappali csúcsok nem emelkednek 15 fok fölé. A régióba is szépen lassan, de megérkezik a csapadék, Zágrába már csütörtökön. Ez azonban lényeges lehűlést nem eredményez, 18 fok valószínű, ahogy Eszéken is. Ljubljanában többfelé ködös lehet a levegő, ami egész nap beragad. A maximumok mégiscsak itt érik el a 19 Celsius fokot. A többi országban 12 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk.